Ez is valami üzlet volt. Az is kellemes kis mérgezőzár. A gyerekek is kivették részüket a válogatásból a hétvégi gombatúrán Agostyánban, a legügyesebbek már több fajt is felismertek. Milyen fán volt? Fenyőfán volt, nem? Nyírfa? Akkor ez is nyírfa takló lesz. Púpos vagy nagykalapos, sárga, piros vagy éppen fehér, teleszedték kosarukat a környék erdeiben a túrázók, a családi gombagyűjtésen természetesen szakértők segítettek eldönteni, mit érdemes hazavinni és megenni a találtak közül. Jellemző volt, hogy nagyon sokféle susuika előjött itt, amit köztudottan ugye a susuikák mérgezőek, és hát a galócák is ugyanúgy fellelhetőek voltak. A mérgezéseket több csoportra lehet osztani, hogyha ezt nézzük, vannak súlyosan mérgezők, és ugye ide tartoznak a gyilkos galóca is bűvköre, és vannak a gyomorbántalmat okozó, kisebb mérgezéseket okozó gombák, és vannak, amik tulajdonképpen csak úgymond gyomorpanaszokat okoznak, eleve abból is adódhatnak, ezeket már inkább nem is neveznénk komolyabban mérgezésnek, hogy helytelenül nyúlnak a gombához, és nem úgy készítik el. A kiállításon végül 191 fajt sikerült beazonosítani a művelődési házban, az idei a 16. túra, a program pedig minden évben egyre többeket vonz. Egy családi túra keretébe indul az egyik útvonal, ott az óvodások családjaikkal jönnek, a bátrabbak jöttek, mert előtte esett az eső, úgyhogy 38-an voltunk, és akkor a Tojáshegy mögötti hegyet másszuk meg, fölmegyünk a Vadsózóig, a Vadlesig, és akkor úgy az egy 2,5 órás túra. A másik irányt, a felnőtt túrát a Zöldsziget kör Liszt András vezeti, és vagy vezette, ott voltak több mint 50-en, ők pedig fölmennek a Gorbatetőre busszal, és akkor onnan jönnek le az út két oldalán gyalog. Mindig van tanulnivaló, de igazából azért kezdtük el ezt 16 éve, mert hogy itt Agostyánban mindenki kertesházban lakik, és hogy nem kell minden gombát felrúgni. De most már a családok is egyre többet mennek túrázni. Ez a másik cél, hogy kimenjenek az erdőre.